Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádió műsora. Várja Önt a stúdióban. Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő, az Ötvös Lóránt Tudományegyetem emeritus professzora. A műsor támogatója a Hold, a hosszú távú megtakarítások szakértője. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra napot kívánok. kívánok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Eldőlt, hát viszonylag gyorsan eldőlt, hogy Donald Trump lesz az Egyesült Államok következő elnöke. Hát jó lehet az előzetes felmérések és közvélemény kutatások szoros fejfej -fej melletti versenyt jeleztek előre. Donald Trump és Kamala Harris között, aztán ez mégsem így lett, tehát ez eleve szolgált egy meglepetéssel, de egyúttal mondhatjuk azt is, hogy nagy legitimációval is szolgált. Igen, tulajdonképpen egyrészt az, hogy az elektori kollégiumi szavazat, szavazás, illetve szavazatokat nagy fölénye nyerte, 312-226, tehát ez ugye 270 a minimum, de nem elég az, hogy ezt megnyerte, hanem az is, hogy az ünnezett populáris szavazatokat is megnyerte, legalábbis egy vagy két órában ezelőtt, amikor néztem, akkor 51-47 arányban nagyjából vezetett a populáris szavazatoknak, tehát a, a leadott szavazatokat tekintve. Ja, és ez azért nagyon lényeges, mert 16-ban is és 20-ban is több millió szavazattal vesztett Hillary Clintonnal és Joe biden szemben. Először 3 20-ban pedig 7 millió szavazattal, tehát itt ja. óriási mértékben a lépett előre, és hát itt hivatkozhatott arra, hogy nem úgy, mint 2016-ban, hogy hát kevesebb szavazatot kapott, de hát az elektori kollégiumnak a sajátossági miatt lett csak kell most azt is mondtatt, hogy kell szépen emberek többsége rám szavazott, tehát megvan a legitimáció. Mm. És nem csak nekem a republikánus pártnak általában, hiszen a republikánus párt visszanyerte a szenátust, Ilyen például még nincs teljes végeredmény, de 52 biztos mm. helyük van. És hát uh, hát a képviselőházat és, is talán úgy igen, tűnik, hogy... tehát 50 az biztos. 50 a, 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 a már a, a többséget jelent, hiszen az alelnök republikánus lesz, tehát az is már elég lett volna, de 52 plusz meg lehet, hogy egy-két helyet szereznek, és úgy tűnik, hogy a, a képviselőházat is megnyeri a republikánus párt. Tehát, magyarul bár azt eléggé szűk többséggel fogja, 218 uh -huh. fő az, amelyik minimum kell, ugye 435 fős a, a teljes képviselőház. 220 körül prognosztizálják, mert ott nincsenek le, lezárva a, a szavazatok legalábbis mindenhol. A, 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 tehát a, a, hogyha nem is jött be az a 222-es vörös cunami, amiről sokat beszéltek, de ez egyfajta cunaminak tekintető. Uh -huh. a, Amerikában ezt trifektának nevezik, tehát amikor egy párt elviszi a, a képviselőházat, a szenátust és a fehérházat egyszerre. Elképzelhető, hogy majd sokan attól tartanak, hogy vagy elkezdik majd félteni az amerikai demokráciát, hogy itt a republikánusoknak egyfajta túlhatalma lesz, mert ugye itt van a szenátus, többsége, vélhetően talán a kongresszusi többség is, és mi tegyük hozzá egy legfelsőbb bíróságot is, hogy ott is több a republikánusokhoz köthető bíró. Igen, ez, ez így papíron így lehet, de egyrészt történetem azt mutatja, hogy azért, hogyha egy pártnál van mind a három hatalmiák, az azért nem érte azt, hogy teljhatalommal rendelkeznek. Mm. Tehát van azért köz... kontroll. Van kontroll, és nem csak a kontroll, hanem többek között ismerve a kongresszusi képviselőknek és szenátoroknak a mondjuk a magatartását. Tehát nagyon individualisták nagyon sok szempontból. Tehát a, sokszor a pártfegyelem Amerikában kisebb, mint mondjuk Európában egy pártfegyelem. És hát nem szabad elfelejteni az többek között, hogy a, a republikánus házernököt republikánusok buktatták meg ezelőtt. Tehát Kevin McCarthy azért kellett, hogy távozzon, és azért került Mike Johnson a helyére, mert a saját emberei buktatták meg. És a pártokon belül megvannak a különböző árnyalatok, és itt is a republikáns párton belül vannak radikálisabbak, vannak mérsékeltebbek, vannak a, a szorosabb pénzügyi hívei vannak akik inkább költenének. Tehát különböző árnyalatok vannak társadalmi kérdésekben is. És ezen kívül pedig most csak a hivatalos fékek és elsőkről beszéltünk, de a, a politikai irodalomban. Nagyon sokat beszélnek a nem hivatalos, az extra. A alkotmányos szereplőkről. A bürokrácia rendkívül fontos, a média rendkívül fontos, és ez az érdekcsoportok. Tehát ezek azért nagyon nagy mértékben tudnak segíteni, vagy pedig gátolni egy-egy elnököt, és hát természetesen az elnök eleve nem teljhatalmú. Törvényhozásnál megvannak a szabályok, hogy milyen felhatalmazása, vagy elvileg vétójoga van. Igaz, hogy elnöki rendeltekkel is, kormányozhat, de hát azoknak a hátulütője az egy másik elnöki rendelettel egy tolvonásra meg lehet szüntetni. <hül> Tehát, és két év múlva, és az, ami fontos, két év múlva a félidős választások lesznek. Most megint csak a történből kiindulva, általában a félidős választások az ellenfélnek vagy az ellenzéki pártnak kedveznek. Tehát, hogyha két év alatt tegyük föl, hogy valóban egy ilyen e, e, szerencsés csillagok állása van a republikásoknál, nem tudják végrehajtani legalábbis részben azokat a programokat, amelyeket szeretnének, és amelyeket megígértek, akkor 2026 után feltettem már legalábbis hát, hogyha az iratlan szabályokat nézzük, akkor talán a, az egyik házat elviszik a kongresszusból, főleg miután a képviselőházba egyrészt elég szűk többség van, másodszor idén a republikánsoknak kedvezett a szenátusi választás, hiszen a 31 újraválasztandó szenátorból mindössze tizet kellett a republikánsoknak védeni, 24-et a demokratáknak. Most nagyjából ez a helyzet meg fog fordulni 26-ba, ahol a demokratáknak kell kevesebb helyet védeni, republikánsoknak többet, és még ezen felül, ez egy kicsit uh -huh. már előre tekintsünk, 2026 után Donald Trump félig meddig úgynevezett bénakacsa lesz, Többet nem indulhat az elnök elnökválasztáson, és hát megkezdődik majd a, a párton belül is az utódlás kérdése. Hogyha azt tekintjük, akkor elvileg az alelnök szokott belépni, de hát ez nem egy, egy kőbevésett szabály, és azért van egy-két elég erős karakter még a... A republikán republikáns párton belül uh, uh, Marco Rubio, Ron DeSantis, uh, vagy uh, Nikki Haley, uh, akik uh, elképzelhetően szembeszállnak, vagy, uh, vagy versenybe szállnak. J.D. hogyha ő egyáltalán uh, úgy gondolja a 26 után, hogy uh, megpályázna uh -huh. az elnöki Elposztott. Ha megpróbálunk egy kicsit a számok mögé nézni, akkor azért kirajzolódnak trendek a szavazói bázisokról és a támogatói körökről, és egyáltalán, hogy ezek változtak-e például az előző négy év során? Természetesen, hát egyedül, hogy csak abból a számból indulunk ki, hogy több millió szavazatot nyert Trump, valóban el kellett venni ezeket a szavazokat, vagy új szavazokat kellett szerezni. Egyrészt elvett szavazatokat, méghozzá például az afroamerikaiaknál, vagy a feketéknél. 2020-ban nagyjából 8 ot kapott az afroamerikai százatokból most 15-16 ot elsőbben a különben a férfiak szavazatát. 2020-ban 21 ponttal kapott ki a, latin, a latinóknál yeah. Joe biden -től most az a különbség már csak 9 pontra zsugorodott, tehát ott egy eléggé nagy ugrás volt. Ezen kívül a 30 év alattiaknál ugyancsak jelentősen ledolgozta a hátrányát. Igaz, hogy még mindig a demokraták 8-10 ponttal többet kaptak, de ott is 15-20 pontból faragott le 7-8 pontot, hogy Mm -hmm. szűkült a különbség, és a katolikusoknál ugyancsak nyert körülbelül 12 pontot a, 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 a 20-as választáshoz képest, és bár ez nem nagyon befolyásolta ilyen pillanatban a, a választást, az amerikai zsidó közösség általában a kétharmad részben a demokrata szavazó de most például az a közelketi helyzet miatt elég a Biden, illetve Harrisnek a megnyilvánulásai, elsősorban, aki át, mind a két félnek, tehát a, a zsidó félnek is, illetve az arab szavazóknak is szeretett volna valamilyen reményt nyújtani, uh -huh. hogy a, a potenciális Harris kormányzat mind a két félnek majd megfelelő politikát fog folytatni. És ott például New Yorkban a legnagyobb zsidó közösség él, egy százalékponta szűkült a, a különbség Harris és, és Trump között. Jó, ez most ők uh -huh. azért mondom, hogy nem számított, mert New Yorkban a, a demokraták teljesen mindegy, hogy most 1 millió szavazattal nyernek, vagy 999 ezerrel, de ez is azért jelzésértékű volt, hogy, hogy ez a választási csoport is azért kicsit átstruktúrálódott. Nemek szerinti megoszlásról lehet valamit tudni, mert több elemző is utalta arra, hogy mintha a nők körében egyébként is nagyobb lenne a szavazási hajlandóság az Egyesült Államokban, sőt én olvastam olyan elemzést is még a kampány idején, hogy hát ezek a, a kertvárosi feleségek, mondja, az emlékezetes sorozatban megismert született feleségek dönthetik el, vagy legalábbis befolyásolhatják a választás kimenetelét. Igen, a többek között ők döntötték el, és a nők körében részben azért ilyen nagy vagy nagyobb a szavazási ajlandóság, mert ez elég fontosabb kérdés nekik, az abortusz kérdése. Ah, most hangsúlyos kérdés volt különösen és, a kampányban. És hát a, a, az elnökválasztás, mert ugye kongresszus választások mellett voltak kormányzó választások, ahol megint csak a, demoka, a, a, republikások szerepeltek jobban. 27-23 arányban a republikáns kormányzók vannak, tehát többségben. Ezen kívül sok egyéb kérdésről szavaztak az emberek, különböző államokban például népszavazás volt különböző kérdésekről, többek között például az abortusz kérdésről, mm, hogy mm. legalizálják, ne legalizálják, ha legalizálják, milyen mértékben, ha nem legalizálják, akkor teljes mértékben megtítsák e vagy nem. Különben hét államban valamilyen módon legalizálták, háromban nem. Mm. Na most országosan a demokraták megpróbálták mondjuk azt sülkorni az emberekbe, hogy Trumpnak az elnöksége azt jelenteni, hogy országosan betiltanák az abortuszt. Ami nem volt igaz. Trumpnak az álláspontja az, hogy az államok tartozik ez a jogkör, tehát amit a Legfelsőbb Bíróság döntött 2022-ben a DOC ügyben, az az irányadó. Ő személy szerint egy eléggé mérsékelt álláspontot foglalt el, tehát megengedő az abortusz a kérdésében a terhesség első 12-14-15 hónapjában a hetében hát attól függ, hogy, hogy milyen álláspontot képviselt milyen időpontban, hát természetesen hogyha vérfertőzésről van szó, vagy, mm. vagy erőszakról, vagy az anya életéről, akkor ez nem kérdés, hogy, hogy az abortusz elképzelhető. És ez annyira jó sikerült idézője a demokratáknak, hogy egy felmérés szerint az emberek 52%-a elhitte, hogy Trump betiltaná a, a, a művi terhesség megszakítást országosan ami egy kicsit azért hát nehéz, mert a legfelsőbb bírósági döntést a legfelsőbb bírósági döntéssel lehet úgymond überelni, vagy pedig egy kongresszus törvény A kongresszusi viszont nincsen olyan többség, hogy ezt meghozná. Na most ennek megfelelően ők közötti szavazásnál nagyon sok esetben ez a kérdés volt az egyik első, és nem pedig mondjuk a gazdaság, vagy a hmm. bevándorlás, vagy a közbiztonság, vagy külpolitika. Pedig ezek De, is hangsúlyosak voltak. És egy eléggé nagy szakadék nyílt a nők és a férfiak között, kb. 30 pontos szakadék nyílt. Hmm. A, a, az, hogy a nők a, a demokratákat preferálták inkább, a, a férfiak meg a republikánsokat preferálták inkább. Általában a, könyben a republikáns szavazó a férfiaknak, Kétharmada republikán szavazó, és a nőknek pedig nagyjából 50%-a, 55% attól függ, hogy most a színes bőröket belevesszük, vagy a fehér nőket. Na most a fejénök esetében már szóvá tette egy afroamerikai kommentátor, hogy ők voltak azok többek között, akik miatt veszített Kamala Harris, mert nem szavaztak olyan arányban rá, mint ahogy szavaztak adott mm. esetben 2020-ban Bidenre. Nyilván, hogy a politikus személyiségát, az a bizonyos karizma is nagyon meghatározó egy választásnál, egy elnökválasztásnál meg különösen. Azt talán elmondható, hogy Donald Trump mindenképpen egy karakteresebb személyiség, Kamala Harris szürkébnek tűnhet, viszont Donald Trump ebből a karakterességből adódóan talán megosztóbb személyiség is. Tehát annélkül, hogy most a pszichológia területére merészkednénk, vajon mit hozhatott mindez az eredményekben az igencsak markáns republikánus fölényben, a két karakterbeli különbség? Uh... Az embereknek a többsége megint csak, hogy most a, a felmérésekről beszéljük, bár akkor félfőig fél, fél meddig mondok magamnak, mert <laughs> e, e, korábban bíráltam a különböző közönkutatásokat és azoknak a módszereit, és hát hogyan szerzik a, a különböző számokat. Az embereknek a döntő többsége köze kétharmada a Trumpot tartotta határozottabb vezetőnek. Tehát határozottabb vezetőnek, aki a, a jelenleg, leg, és, és ugye itt két különböző dologról van szó. Az egyik az, hogy hogy az amerikai gazdaság nem olyan rossz állapotban van, főleg az úgynevezett makrogazdasági mutatókat nézve, mint ahogy nagyon sokan érzékelik az emberek. Most az érzékelés az más, mint maga a valóság, tehát a, a demokraták általában a makrogazdasági mutatókra hivatkoztak, az emberek pedig arra, a hivatkoztak, vagy azt, né, azt látták, hogy a megjelentési költségek 21-hez viszonyítva 20%-kal nőttek. Ők azt nézik, hogy a benzink után mennyit kell fizetni, és mm mennyit -hmm. kell fizetni a tejért és a, 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 a kenyerért, mm -hmm. és így tovább és mennyi az infláció, milyen magas az infláció, ami elég magas munkanélkülség, elég alacsony, tehát lehet számokkal zsonglőködni, de a republikánsok és Donátám személyesen sokkal jobb osztázatokat kapott az amerikaiak többségétől arról, hogy hogyan tudja kezelni a, a, a gazdaságot, ugyancsak a külpolitikát. És itt azért végül van egy közekelti háború, van Kína, van uh, Ukrajna, és itt tehát Oroszország a fontos ilyen szempontban az amerikaiaknak, és ők úgy vértek, meg csak a többség, hogy Kamala Harris tapasztalatlan. Hát ez tehát. a televíziós vitákból is igen, tehát, ez, ez és ez valóban, jött neki semmi külpolitikai tapasztalata nincsen, és az egyik legnagyobb hátránya az volt, hát volt egy-kettő, de az egyik legnagyobb hátránya az volt, hogy a, a Biden adminisztráción belül nem nagyon tudta senki, hogy pontosan milyen portfóliót visz, mert mm. általában az alelnökök kapnak valamit. Mondjuk a Bidennél maradva Obama mellett ő volt a külpolitikai mondjuk a fő képviselője az Egyesült Államoknak. Biden évtizedes külpolitikai tapasztalata rendelkezett, a Szenátus Külügyi Bizottsága a tehát ő abszolút benne volt ebbe az egészbe. Kamala Harris korábban kaliforniai főügyész volt, tehát abszolút belpolitikai dolgokkal foglalkozott, szenátorként megint csak nem külpolitikai dolgokkal foglalkozott. Egyetlen külpolitikai Hát kérdés, aminek ő volt a gazdája, az a bevándorlás lett volna, amit szeretett valaminél jobban elfelejteni, a kicsit félrevezetően őt határcárnak nevezték, tehát, hogy ő felelős a, a gyakorlatilag a ellenőrzés nélkül beáramló a összesen 10-12 mm -hmm. millió illegális bevándorlét. Ő tulajdonképpen azt a feladatot kapta, hogy a középamerikai államokat próbálja rávenni arra, hogy egyáltalán ne engedjék ki azokat az embereket, akik Amerikába akarnak menni. Ez nem sikerült neki különben, hát másnak sem sikerült volna különben. Uh, there Őnek ennyi volt gyakorlatilag az összes hmm. tapasztalata, és hogyha csak külpolitikai kérdéseket nézünk, nem nagyon lehet felhozni olyan olyan esetet, amikor ő tárgyalt volna a mértékadó hmm. nem ilyen de kül külföldi államférfiak. az egyébként jelenthetett hátrányt a számára, hogy hát azért viszonylag későn állt bele a kampányba, hiszen ez ugye július végén volt a, a csere, amikor Biden visszalépett, hmm. hát hanem nem is talán a saját jó szántából, hanem a a demokrata párti é. vezetés nyomására, de hát az már ugye július vége volt. Igen, hát ezt e, itt megosztanak a vélemények, e, a, még a demokrata párton belül is, e, ugye egy e, angol szó, szóval ez a mixed blessing volt neki, tehát a kétséges dolog, <laughs> ugyanis ő a demokrata párton belül, amikor elindult, az elnökségért még 2019-ben, akkor azért szállt ki, mert egy százalékos támogatottsága volt a demokrata párton belül. Uh -huh. Tehát sokan azt gyanítják, hogy a demokrata pártnak a, a mértékadó és döntéshozó emberei, tehát a, akár a, az Obama klán, a Clinton kán, Nancy Pelosi, Chuck Schumer és a többiek, már nem június végén jutottak arra az elhatározásra, hogy le kell vártani Biden-t, csak el akarták kerülni azt, hogy úgymond megfuttassák az alelnököt, Kamala Harris-t, mert akkor esetleg olyanok léptek volna be, akik karakteresebbek és ismertebbek nála, mondjuk a kaliforniai kormányzó Gavin Newsom, vagy a Michigani kormányzó Gretchen Whitmer, vagy a a, a, a Pennsylvania kormányos Sapiro, és még egy-két másik ember, és ebben az esetben esetleg Kamala Harris nem járt volna jól. Tehát elképzelhető, hogy az volt a terv, hogy egy olyan helyzetet tentek, amikor nem lehet már elővászást tartani, és Kamala harris be kell dobni. Hozzá kell tennem azt, hogy Kamala Harris úgy került egyáltalán az, az alelnökű posztra, hogy Joe Biden, elég rosszul állt 2020-ban az erőválasztások során, azért, hogy megnyerje a a párt tőszavazóinak két nagyon fontos csoportját, a nőket és a színesbőrűeket, melyikért a hogy színesbőrű nőt fog magam elé választani a lelnöknek. Tehát nem biztos eleve, hogy ő volt a, a leg mondjuk jobb jelölt akkor is. Tehát ő eleve későn indult, és egy kőt kellett volna neki négyszögesíteni gyakorlatilag. Tehát három és fél évig a lelnök volt, az emberek 75 elégetlen volt abba, azzal az irányal, amiben az Egyesült Államok tartott. Magas infláció aránylag, a magas árszínvonal, ártas elégetlenség az Obama kormányzata, a Biden kormányzata szemben Biden maga 40 os mondjuk támogatottsággal rendelkezett. Tehát ez kellett volna valahogy neki kompenzálni azzal, hogy valami újat ajánl, és ez nem Tehát sikerült? Hát egyszerre kellett volna a hideget-meleget fújni, és amikor erre egy lehetősége lett volna, amikor megkérdezték tőle egy nagyon barátságos tévén a CNN-be, hogy na, hát akkor uh, lett volna valami, amit uh, talán másképp csinált volna, hogy át, hogy segítsék, hogy uh, hát azt mondja, hogy hát uh, az adópolitika uh -huh. vagy az infláció, erre hát azt mondta, hogy éppen nem jut semmi se az eszébe. Uh -huh. Na most uh, ezt a republikánsok kihasználták és uh, többször kampánygyűléseken ugye elmondták, hogy mm -hmm. a demokratáknak a, a, az elnök előtte arról híres, hogy semmi nem az eszébe. Mm -hmm. Tehát ezt kellett volna neki csinálni, plusz egy harmadik dolog is, ő nagyon sok kérdésben 180 fokos fordulatot tett. Például Pennsylvania, mint a kurcsállama kurcsállama, a második legnagyobb a palagáz kitermelő ország, a, a, a állama az Egyesült Államokon belül. És ő el, kezdett be négy-öt évvel ezelőtt, amikor ez a 2019-es mm. demokrata hát szépségverseny volt az elnök jelöltségét, ő ellenezte a palagászt, tehát a repesztéses technológiát. Most átfordította, a, a 180 fokos fordulatot vett, és most már támogatta volna, mert Pennsylvania-t Pennsylvania az ottani palagáz kitermelék nélkül nem lehet megnyerni. A, Öt évvel ezelőtt a határoknak szinte teljes kinyitását szorgalmazta, és azt ígérte, hogy hogy büntetlenséget kapnak az illegális bevándorlók. Most ugye észlelte, hogy ez nem egy nagyon népszerű álláspont, és most már ő is büntette volna az illegális bevándorlókat, illetve hát szankciókat vezetett volna be, a határőrizetet megverte volna, és így tovább. Az akkori BLM mozgalom idejében, amikor voltak a zavargások, akkor ő beállt azok közül, akik pénzgyűjtöttek azoknak, őket azért börtönöztek be, mert törtek, zúztak és kifosztottak üzleteket. Ez a, a ő nagyon sok esetben megváltoztatta a véleményt, ugye persze erre emlékeztették, másodszor neki távolságot kellett volna tartani a, a népszerűtlen Biden adminisztrációtól, ami nagyon nehéz, mert a három és fél évig ő volt a Biden adminisztráció, és újat kellett volna muta, mondani. Hát ő ezt úgy, ezt az Gordiuszi csomót úgy vágta ketté, hogy hát Azért jelenten újdonságot, mert új ügyek és új helyzetek uh -huh. lesznek majd, nem ugye az, mint 2022-ben uh -huh. számban volt, és hát ilyen alapon lenne egy olyan elnök, aki eltér az előző uh -huh. elnöki ciklustól. Ezt tehát Kamala Harris, és hát is térünk Donát Trumpra, és ugye beszéltünk a politikusok személyiségéről. Trump, hát úgymond ügyelje, a még most is folyamatban lévő bírósági eljárások ellene, az impeachment eljárás nem is jártak hátránya, vagy nem is jelentettek a számára hátrányt, sőt, lehetett ezt úgy feltüntetni, hogy itt van a volt elnök, a, az elnök elnökjelölt, akit hát minden módon most be akarnak sározni. Érdekes módon, ez előnyire várt. Ugyanis Uh, ahányszor egy újabb per indult ellene, annyiszor megugrott a népszerűsége fel a republikások uh -huh. körébe, uh, de összezártak mögötted még azok is, akik át nem uh, annyira szívverték. És érdekes módon uh, most már elkezdik uh, a demokrata oldalon is pedzegetné, hogy hiba volt ezeket az eljárásokat megindítani, mert úgy tűnt 2022-ben, amikor elmaradt ez a republikáns, a vörös cunami, hogy Donald Trumpnak vége. Hogy hát végül is választási vereséget szenvedett 2018-ban, nem személyesen, de hát akkor demokrata többség lett a, a kongresszus egyik házában Visszaszerezte Nelsi Pelosi, ugye, akkor utána 2020-ban ő maga veszített 2022-ben elvesztették a szenátust a, a republikások és és három választást úgymond közvetve vagy közvetetten elveszített hogy ő neki vége és a, a demokraták közül most sokan felvették azt, hogy hiba volt ezeket az eljárásokat endíteni, mert ezzel újra bekerült a, a köztudatba Donald Trump. Tehát mm -hmm. addig 2020-22 között, vagy 21-22 között nagyjából már a lágóba golfozott, vagy bármit csinált, de hát nem nagyon vett részt a politikai. be, és akkor Majdnem, hogy a demokraták kirángatták uh, ebből a fél év visszavonultságból, uh, és abban a pillanatban megint reflektóz fénybe került, és hát nem uh, tudom, hogy uh, de, hogy Donald Trump mennyire ismerte Zsazsa Zsa Gábort, ugye, neki volt az a híres mondás, hogy mindegy, hogy mit csak írjanak az emberről, igen, tehát igen. ez abszolút bevált Trump esetében, mindegy, hogy mi, de, de, de őnek... Csak zárójába teszem hozzá, hogy Mick Jaggernek is volt egy hasonló mondása, hogy amíg ő van a címlapon, addig teljesen mindegy, hogy mit írnak igen. róla a 12. oldalon a magazin. Igen, igen, igen szóval de, nagyjából ez volt igen. a... De ezek a, a folyamatban a lévő ügyek, mert vannak azért még folyamatban igen. lévő ügyek, úgy tudom. November végén ja. is van még lezárásra váró ügy, ezek azért január 20-áig az elnöki beiktatásig lezárulhatnak? Hát érdekes, ümbék külön eset. Az egyik a, a menheteni, ez a, a hallgatási pénz a művésznőnek. Itt a bíró elvileg azt mondta, hogy november 12-én fog ítéletet hirdetni, de ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy esetleg elhalasztja, mert mindenfajta a halasztó. Halasztást kérnek Trump ügyvédjei. Az igazság az, hogy ebbe az ügybe Trumpnak nincs úgymond beleszólása. A másik kettő ügyben, tehát a és arra hivatkoznak az ügyvédek, hogy egy másik ügyben a legfelsőbb bíróság egy elég körű felmentést adott az elnök cselekedetei alól, amennyibe az elnöksége alatt került ezekre sor. És az a hallgatási pénz, ez már a 16-os választások után. Mm. Volt. Tehát mindenfajta technikai kérdések van, de itt elképzelhető egyfajta ítelt hirdetés, de az is valószínű, inkább az a valószínű, hogy el fogják ezt napolni. A két szövetségügybe, ügybe, tehát a január 6 ügybe és a márólágoi ügybe Donald Trump most nagyon kényelmes helyzetbe került, ugye szövetségi esetekben ő kegyelmet adhat bárkinek Mm -hmm. És ő bár hogy az ott esetben kegyelmet fogadni saját magának, ha elítélik, de az első dolga az lesz, mondta, hogy Jack Smith a különleges ügyész ki fogja rugni, tehát elbocsátja. És már a hírek szerint a, 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 a különleges ügyész már tárgyal az igazságügyi minisztériummal, hogy hát hogyan fektessék el az ügyet, vagy ugyan fejezzék be, mert mert hát ez sehova nem fog vezetni. A negyedik ügyben, a Georgiai ügyben pedig az a idézőjebb a szerencséje Trumpnak, hogy ott megint csak elitérhetik és arra nincs befolyása, mert a, a, a tagállami eljárásokra nincs befolyása az elnöknek. Szövetségi eljárásokra lehet befolyása, úgyhogy kegyelmet ad adott esetben, de hogyha őt egy tagállami perbe ítélik előtt, nem adott kegyelmet magának. Viszont ott az a szerencséje, hogy az ottani ügyész nő, a Fanny Willis, egy hát korrupciós botrányba keveredett, a barátjának elég jelentős összeget adott, amit részben ketten költöttek el, de hivatalosan uh -huh. ezt úgymond kutatásra kapta, és feltetően, vagy valószínű ezt, a, a, ezt az ügyésznőt le fogják váltani, és már híradások vannak arról, hogy a, a aki a helyébe épp, az nem jön szeretné ezt az ügyet uh -huh. elővenni, tehát ott feltétlen ejteni fogják azt az ügyet. Ez a legutolsó ügy arról szólt, hogy, hogy hát telefonált az akkori republikus kános vezetésnek a Georgia-ba, amikor 10-12 ezer szavazattal veszített 2005 ben hogy találjanak 11 ezer szavazatot, vagy nem tudom mennyit. Tehát, hogy befolyásolta, így úgymond a választás mehetét, és az a bűnesetnek számít. Át. Kettő, ez a két szövetségi, ez feltetten el fog aludni. A, ez a harmadik, a georgiai megint csak valószínű, hogy elarszik. A negyediket pedig, hmm. hát mi az a legpitián erebb ügy különben. És az igazság az, hogy annak olyan, olyan sok, mondjuk vérzik az egész ügy, annyira, látsz, annyira látszik rá hogy politika indítatású, hogy nem valószínű, hogy a, a bíró meghozkáztatja azt, hogy egy, egy elnökkel szemben már megválasztott elnökkel szemben akár börtönpüntetés szabjon ki, mert tehát az az egész országot, hmm. mindenkit lejáratna, tehát feltettem azért nyomás fognak gyakorolni rá, hogy, hogy hát valamilyen kiutat találjon -e ebből a helyzetből. Hmm. Kicsit talán rossz májú, de azért talán realista olvasat szerint a. A választópolgárok szerte a világban, és hát talán Amerikában is így van ez, nem feltétlenül választási programokra szavaznak, hanem nagyon sok tényező határozza meg azt, hogy hova is teszik azt a bizonyos x-et. De mégis, mi az a republikánusok programjában, vagy Trump programjában, ami meghozhatta ezt a nagyon fölényes győzelmet? Hát. Arra Ez úgy egy... is kérdezhetem, hogy mire készülnek Igen. igen. Először is, hogy általános szabály az, de hát nem csak Amerikában általában, hogy a kampányigéreteket nem lehet ugye teljesen komolyan venni. Mm. Ez a, a valóság, valóság az más, mint igen, a kampány. Igen, ezekre azért mm. nem annak hitelt mindenhol a bankokban. Ja, általában x százalék teljesül belőle. Többek között azért, mert ígérni kampány során lehet bármi ilyen nélkül, amikor már valaki döntési pozíció van, a korábban emlegetett különböző gátló és, és ellenőrző tényezők azért sokat lefaragnak ezekből. Ami viszont feltetten meg fog valósulni, az a, 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 a szigorú határvédelem, a falépítés elkezdődhet megint csak, vagy folytatódhat, amit már Trump elkezdett, több pénzt kaphat. Az leállt egyébként az előző időszakban? Igen. Ugye, hát... igen, Biden leálltotta folyamatosan uh, uh, több pénzt kapnak a határvédők, vagy megerősítjük őket, tehát több ember lesz. Uh, a deportálások meg fognak kezdődni mindenképpen, hogyha nem is mind a 12 milliót, de hát ugye senki nem tudja pontosan, hogy hányan vannak, mert 10 16 milliót, De ez óriási szám, és én 10-11 milliós igen, számot láttam, és... 16 -16 láttom, és... Millióig. De ez óriási de... ők mind illegálisan érkeztek a, igen, az Egyesült Államokba? érkeztek. Most a déli határ felől déli határ felől és a Biden adminisztráció ugye azt tette, a Trumpék az úgynevezett maradjon Mexikóba politikát folytatták, hogy mexikai táborokba tartották őket, amíg az amerikai, tehát az Egyesült Államok bíróságok el, elbírálták a, a bevándorlónak a kérelmét. Olyan rengeteg különböző módon lehet bevándorolni, a legegyszerűbb a családegyesítés, tehát aztán munkahely és sok minden mm. egyéb van. A... Igen, csak azért mégis az van a köztudatban, hogy az Egyesült Államokban azért még a vízum szerzése olyan könnyű, különböző papírok beszerzése, tehát ilyen szigorú kontroll van. É, tehát igen, tehát nem, de, nem de az, igen, de, az. de azért 5-6 olyan kategória van, ami, ami lehetővé teszi a legális bevándorlást, tehát a legegyszerűbb ugye az a család családegyesítés. És a Biden adminisztráció ezt a maradjon Mexikóba a politikát föladta, helyette, hát nem azt mondom, hogy tudatosan, de hát nagyon porózós a határ, 10-12 millió ember jött be 2001 óta Amerikába, és ezeknek az ügyét az amerikai bíróság nyilván nem tudják elbírálni, mert anya túl vannak terhelve, időnként évekig Években telik, mire mm. az illetőnek az ügye egy bíróság És az illető És addig, az, kerül, illető és addig ott az, van. az életőt úgymond becsület szóra a szabadjára engedik, hogy majd akkor jelentkezik a bíróság, amikor idézés kap. Hát vagy jelentkezik, vagy nem. Ez nyilván uh, befolyásolta azért az elmúlt időszakban az igen, amerikai közhangulatot is. Igen, igen, abszolút. És ez részben magyarázza főleg a latinóknak és a feketéknek a esetleges hát nem teljes mértékű átállását, de hát, hogy többen szó szavaztak Trumpra, mert ezek az emberek, főleg a alacsony keresetőeknek a munkájait veszélyeztetik a, a szállodaiparban, vagy a, a szolgáltatóiparban, általánosabban, építőiparban, mezőgazdaságban. Mm. A, tehát a deportások megkezdődnek, hozzá kell tenni azt, hogy hogy az Obama kormányzata 10 ezer számra deportáltak embereket vissza, tehát az Obama adminisztráció sem volt olyan puha ez velük szemben, mint ahogy a Biden adminisztráció. Tehát ez mindenképpen meg fog valósulni. Meg fog feltetlen valósulni az adócsökkentés, a vállalati adót 21 15%-ra csökkenteni a Trump adminisztráció, vagy Donald Trump személyesen. Na de hát ez bevétel, bevétel járhat, kiesés járhat, és azért a költségvetés nincs túl helyzetben. De, de a azt a 15% hogy... csak igen. 1800 milliárd dolláros hiánya küzd Igen. az amerikai költségvetés. A, a 15% csak azokra vonatkoznak, akik Amerikába termeltetnek, tehát nem minden vállalat a multik, akik mondjuk a Irországba termeltetnek, azok nem, azok továbbra is 21%-on lennének. Mm. Most ez egy hagyományos republikánus gazdaságpolitika, az ünezett kínálati oldali gazdaságpolitika, hogy adócsökkentés, és ezzel több munkáját teremtek. Igaz, hogy az adócsökkentés miatt kiesnek adóbevételek, viszont az, hogy többen dolgoznak, és többen adóznak, és kevesebb ember van a. a a munkanélkülség ilyen, és így tovább. Így ez az összeg úgymond bejön, amit terveztek a réven, az Igen. bejön a vámon vagy forró. És hát a vámom különösen bejön, mert Jó, a az, különne, egyik, igen, az, az egyik a hangsúlyos elem ugye a vámtarifáknak az emelése. Vám Megint csak ez jelent ez egy olyan politika, amit az első adminisztrációt is folytatott, hogy magasabb vámok, a munkájáknak a megvédése, illetve az amerikai ipar megvédése, ipartok kezdve, amit majdnem teljesen egész évben átállapítottak fel, Ázsiába. Ezen kívül megvalósítható az a program, hogy Kínával szemben egy egy, egyfajta a, a, hát kereskedelmi háború felültása, vagy hidegháború felültása, de ez megint csak egy hát eléggé ez a, ez a lebegtetett 60%-os, vagy Igen, akár 100%-os vám, az ez, már egy... hogy nem annyi lesz, de, de elképzelhető. De mindesetre nyilván a kínai árukat valamilyen módon vissza akarják tartani, vagy Igen, korlátozni de akarják. De ezen. ez megint csak egy eléggé kérdéses dolog, mert annak idején, amikor az első Trump adminisztráció erről beszélt, és ott 100%-os szó volt, de mondjuk ott 50 százalék volt az, amit nagyjából elfogadtak. Megnézték, hogy milyen, miből adódik az a több százmilliárdos aktívum Kína részéről a két oda kereskedelembe, és kiderült, hogy mondjuk 100 tévéből 99 kínába készült, 100 ilyen asztali kompüterből 99 kínába készült, itemű, butor uh -huh. gyerekjáték, műanyag, ez mind kínába készül. Na most nyilvánvalóan ezek nem a, a, a damaszt sejemből készültek, hanem aránylag hát nem a legjobb minőségűek, de Ezeket vásárolja az embereknek a döntő többsége a Volmárdban, meg a kémátba, és ő, nekik a döntő többségük pedig Trump szavazó. Na most, hogyha ők. Ma vásároltak mondjuk 5,99-ért valamilyen gyerekjátékot, és honnan bemennek, és ugye az már 7,99-be kerül. De hmm. ne, vég... már nem Kínába készült? A... -e? Esetleg vagy Kínába, magasabb vámú van, vagy, hát, még otthon, vagy de otthon. De például csak egy illusztrációként megemlítem, hogy Kaliforniában is volt. Ö, többek referendum. Egyik referendum pont az volt, hogy 18 dollárra emeljék föl a minimál órabért. 18 uh -huh. dollárra. Tehát el lehet képzelni azt, hogyha minimális orrabé 18 dollár, amit a utcasepről megkap, akkor egy szakmunkás mennyit kereshet adott esetben, vagy, vagy, akár a szalag mellett mennyit kereshetnek a, a, munkások, és az mennyire versenyképes a kínaival, meg a, a vietnámival, meg a fülöp belivel, meg a malajziaival és a többi áruval szerint szemben. mondhatjuk talán azt, hogy, hogy azért a kulcs szó a jelek szerint a protekcionista gazdaságpolitika, viszont hogyha a világ hát azért gazdaságilag továbbra is legerősebb nagy hatalma, protekcionista politikát, gazdaságpolitikát folytat, akkor ez óhatatlanul nem hozhat egyfajta befelé fordulást, márpedig, ha ezt hozza, az azért a világgazdaságnak sem túlzottan jó. Igen. Vagy akár az Európai Uniónak. Igen, Nem hát, csak Kínának, hanem Igen, az Európai hát, Uniónak sem. Tíz közgazdából 7-8 azt mondja, hogy ez árt a világgazdaságnak. Tehát ez a blokkosodás mm. árt a világgazdaságnak. Hát itt pro és kontra érvek vannak. Trumpnak általában az érve az, hogy ő az első támok elnök, és nem a világé. Igen. Tehát <laughs> őt azért választották meg, és azok választották meg, akik Amerikában vannak, és az ő érdekeiket védi. Az, hogy esetleg ennek milyen következményei vannak mondjuk Kelet-Timorba, vagy Patagóniába, az őt kevésbé érdekli. Nyilván van, ez egy abszolút leegyszerűsítés, és nem így fog működni. Tehát az jelenlegi globalizált gazdasági környezetben nem lehet egy olyan bezárkózást folytatni, mint mondjuk a 20-as években volt, amikor az első tálamok hihetette magas védővalmokat vezetett be 22-ben és 30-ban, és ennek az részben ennek az eredménye volt a nagy gazdasági világválság. Tehát ilyet nem lehet megcsinálni. Nyilvánvaló az is, hogy ebben az esetben a másik fél az hasonlóképpen fog fellépni tehát adott esetben például az európaiak is akkor esetleg amerikai járukra a extra adót vetnek ki vagy a kínaiak a amerikai a mainframe kompjúterre, a folytonos és folyamatos kereskedelem minden egyébre. tehát tehát feltetten, és az, ami, amiről korábban beszéltünk, csak nem pont ebbe a kontextusba, amikor valaki már ott ül az, az irodában, akkor azért kiderül, hogy onnan a perspektíva kicsit más, mint a, hmm. a kampány rendezvényből, mondjuk Kohájó, a Columbus ohio vagy bárhonnan, mert ott már olyan, ott már olyan döntéseket kell hozni, ami véghullámzik egyrészt a ország és ezen kívül pedig a világkereskedelmen az amerikai biztonságot is veszélyezteteti adott esetben. Tehát itt nagyon-nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni. Érintsük azért a külpolitikai stratégiát is a gazdaságpolitika után, hiszen hát itt van a, a rendre felvetődő kérdése az orosz-ukrán háború, amire vonatkozóan azért voltak Donald Trumpnak folyamatosan többször is hangoztatott ígéretei. Mi lehet itt valóban a külpolitikai stratégia? stratégia, mert ugye szó van arról, hogy kevesebb támogatás Ukrajnának, kevesebb pénz, és nyilván ez is jelentheti egy forgatókönyv szerint a háború végét, de lehet, hogy ez egyúttal Ukrajna végét is jelentheti. Igen, a kevesebb pénz elképzelhetően Ukrajnának nem jelent kevesebbet, mert az amerikaiaknak, és már a Biden kormányzat is azért tette el lépéseket, az egyik elképzelés az, hogy átolja az európaiakra a, a főterhet. Tehát az elképzelés az, hogy a Ukrajna európai ügy elsősorban. Tehát, hogyha az európaiak azt szeretnék. Hát az alelnök jel még akkor alelnök jelölt, igen. és most már alelnök elnök határozottan beszélt erről igen, egy, igen, egy hogy, interjúban, olyan, hogy hát tulajdonképpen mi, is, mi közünk is is van nekünk ez. Ez olyan meg Európa. Hát nyilván van, azért van köz, van közemet, mert hogyha nagy ö, stratégiát nézzük, akkor első tármoknak és ez a, a nemzetbiztonsági stratégia. Igen, bocsánat, úgy fogalmazott egyébként Zsidi Vance, hogy ebben az interjúban, és próbálom pontosan idézni, hogy Ukrajna közel sem olyan fontos számunkra, mint a világ más régiói. Ezt igen. Ezt mondta. Igen. Ö, ö, Ukrajna nyilván van Európának fontosabb, mert azért nem mindegy, van. nem mindegy, hogy hogy a, a Oroszország mennyire szomszéd és mennyire nem szomszéd, és hát az európai elképzelés az, amit az oroszok nem fogadnak el, hogy Ukrajna bármilyen mértékű integrációja a nyugat, Ba, vagy az Atlanti közösségbe, akár EU-s, akár valamilyen csat csatlakozás valamilyen módon az Oroszországnak is jó lenne, mert Oroszországnak egy stabil, prosperáló szomszéd az sokkal előnyösebb, mint egy állandó remásra vágyó, és hát a, mondjuk a konfliktust fenntartó alacsony szinten egy ilyen alacsony intenzitási konfliktus a határok mentén. Az oroszok ezt az ügyet egyszerűen egy hagyományos rápolitikai szempontból nézik, és ők Ukrajnába egy ütközőzónát látnak. Ők egyszerűen arról beszélnek, hogy kell a Oroszországot, Szovjetuniót nyugat kétszer támadták meg, Másodszor idézve be ők szóbeli kaptak, ugye ez egy örök a kérdés, hogy a NATO nem fog terjeszkedni Oroszország felé, vagy a Szovjetunió felé, ez ugye a 89-90-es tárgyalások a német egyesítés kapcsán tette James Baker, akkori külminiszter Tehát mi kaptunk erre, és, és nekünk eldőtt biztonsági szempontból egy elengedhetetlen feltétel, hogy Ukrajna semleges legyen, ne legyen a NATO tagja hmm. semmilyen módon. Na most ezt a két nez, néz, hát ezzel ez te ez a tempademisztráció se számol, hogy NATO igen. Legyen, ukraján, és cím. vence visszatérve, ő még azt mondta, hogy hát akkor uh, kellene kialakítani egy ilyen uh, demilitarizált zónát, uh, akkor egy ilyen minsk szerűen hmm. uh, autonómia és minden egyéb. Ne, és Tehát hogy a Minszki megállapodásokhoz igen, visszanyúlva. Most igen, szakértők azt mondják, hogy az már rég halott. Tehát a Minszki mm. yeah. megállapodáson is beszéljünk, az már nem, mm. e, nem tárgyalási alap. Most már inkább beszélnek arra, hogy az isztambuli e, hát, tárgyalásokon e, alakult volna valami ki, de már az is ugye passé. E, tehát ilyen pillanatban egy szinte lehetetlen helyzet alakult ki, mert e, két és e, Fél év most már lassan három éves háború erőfeszítések után óriási anyagi áldozatok százades nagyságrendű hallottak egyik másik oldalon. Egy olyan megállapodást kötni, ami amit mind a kettő el tud otthon adni, és igazolni tudja az eddigi erő, eddigi mm -hmm. áldozatokat, az hát okay. szinte lehetetlen, az mondjuk egy Bismarck kellene, vagy egy Kissinger, mm. de hát ilyen például, mm. hogy egyik se áll rendelkezésre. Jó két hónap múlva tér vissza majd Donald Trump a fehér házba, közben nyilván neki lát a kormány alakításnak, az ezzel kapcsolatos tárgyalásoknak, és ez idáig, ha én jól emlékszem, Került, hogy konkrét neveket említsen, hogy kik is lehetnek majd a tagjai ennek a csapatnak, de Látható az, vagy sejthető, hogy kik kerülhetnek fontosabb pozícióba? Hát Nagyon most kevés időnk van. Ne hogy... Egy-két nevet már emlegetnek, hogy esetleg Mike Pompeo visszatér valamilyen pozícióba, mm. volt külügyminiszter, visszatér, a, 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 emlegetik azt, hogy Elon Musk esetleg kaphat most akár formális, akár nem formális valamilyen szerepet. Kennedyről, ről Robert Kennedy-ről, egészségügyi, esetleg az egészségügyi igen. kérdésbe lehet Akár egészségügyi miniszter, de uh -huh. hát ilyen pontban, ugye két nappal a válszások után uh, még nagyon nehéz kidézni, ki. Robert Lighthizer emlegetik esetleg, mint pénzügyminisztert, korábban uh, a Fehérházba dolgozott, uh, és hát a jelenlegi kampánymenedzsert, uh, uh, aki esetleg stábfőnök lesz, tehát sok mindenkit emlegetnek. Hát ilyenkor hirtelen ugye mindenki szereti Trumpot, és uh, örök életében Trump a Sokan előszobáznak volt. nála uh, Igen, uh, feltétlen nagy a tolongás, egy csapat alakul ilyen különben, két menedzser vezetésével, Trumpárta kijelölt menedzser vezetésével, akik, és hát rengeteg ügyvédnek a segítségével, akik a potenciális vezetőket átvizsgálják, tehát hogy nincsen a hát a, a, az előéletükbe, hogy meghuzták valakinek a szofiát az óvodába, vagy bármi egyéb olyanbe bele lehetne kötni. Sokszor elcsúsznak különben ilyen kisebb dolgok, és az nagyon kellemetlen, amikor rögtön le kell vártani vagy régebbi botrány miatt valakit. Tehát ez egy elég hosszú folyamat, ügyvédi irodákat, alkalmaznak, akik ezt a munkát elvégzik, és hát természetesen elég nagy a tülekedés. Mindenkit nem tud különben leváltani Trump, mert vannak olyan intézmények, amelyek be csak a, a, kinevezés joga az övé, de a levártás az nem, mert hatázat időre szól a kinevezés, mondjuk a szövetségi tartalék alapnak a, a, az igazgatója, akit anyja nem nagyon szível Trump, de nagyon tudja levártani, viszont mondjuk a CIA, FBI igazgatóját biztos le fogja vártani, mert mind a kettő szervezet úgy véli, hogy nem nagyon mondjuk barátságos módon viselkedtek vele szembe, és esetleg Pompeót vagy bárkit fog oda küldeni. Tehát itt több száz, több ezer állásról van szó, pontosan Trump azt ígérte, hogy ő nem csak ezt a pár ezret, hanem még többet fog kicserélni, hogy ezt a mély államot kicsit föl tudja puhítani. Köszönöm szépen a beszélgetést! Az elmúlt órában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő az ötös során Tudomány Egyetem, Emeritus professzora volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen, hogy A műsor támogatója a Hold, az Év Alapkezelője 2024-ben.